Sziasztok! Viktor István Tamás vagyok, a Forgalombiztonsági és Üzemeltetési Szolgálat helyszínelő csoportjának helyszínelője. Most arról fogok nektek beszélni, hogy hétköznapok során mi is az, amivel mi gyakorlatilag foglalkozunk. Ugye ezt mindannyian tudjátok, hogy a BKV az a nap 24 órájában végez közösségi szolgáltatást, és ezek során sajnos elkerülhetetlen, hogy balesetek, káresemények következzenek be. Ami most gyakorlatilag ezeket a baleseteket, káreseteket vizsgáljuk minden olyan esetben, amikor ez valamilyen kárrendezési eljárást vonhat maga után. Ugye itt gondolhattok nagy általánosságban, és ami a legtöbbször előfordul, az maga a közlekedési baleset, aminek során vagy anyagi kár, vagy személyi sérülés keletkezik, de ezen felül lehetnek olyan események is, mint például egy tűzeset, egy elemi kár, amikor például egy villám belecsap egy fába, és ott valamilyen kár keletkezik, amiben mi érintettek vagyunk, de lehet olyan idegen személyek által elkövetett cselekmény is, mint például egy szándékos vagy egy gondatlan rongálás, esetenként garázdaság. Azt tudni kell, hogy mi mindig segíteni megyünk a lehetséges törvényi kereteken belül az összes részvevő részére. Nekünk az a célunk, hogy bárkinek keletkezik anyagi kára, az a lehető legrövidebb és legjobbszerűbb úton, módon megtérüljön annak a személynek. Az ilyen balesetek, káresemények helyszínén nekünk az objektív tény megállapítása feladatunk. Ez kicsit furcsán hangozhat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy célunk a rendelkezésre álló információk és adatok alapján megállapítani, hogy a bekövetkezett eseményt ki az, aki okozta, azért kitehető felelőssé, kivonható kártérítési kötelezettségre. Feltétele annak, hogy valaki ezt a munkát elvégezze, hogy ezt a tanfolyamot sikeresen teljesítse, tehát aki baleseti helyszínről akar itt nálunk lenni, annak ezt az ORFK tanfolyamot sikeresen el kell végeznie. Ezen felül 2017 óta a BKV indított egy saját baleseti helyszínelő képzést, ami ezen felül megtanítja a munkavállalónak a különböző ágazati szabályokat. Rögzítenünk kell a helyszínen feltalált állapotot, magát a baleseti helyszínt is, az azon belül elhelyezkedő járműveket, tárgyakat, személyeket. Ugye ezt többféle módszerrel végezzük. Az elsődleges eszközünk az a fényképezőgép erre az esetre, de ezen kívül használunk jelölősprét, kerekes távolságmérőt, amivel felmérjük az adott útszakaszt, helyszínt, hogy pontosan milyen paraméterekkel rendelkezik. Használunk mérőlécet, amit a járművekhez szoktunk oda támasztani, úgy készítjük el a rongálódásokra a fényképfelvételeket, hogy jól beazonosítható legyen azoknak a kiterjedése, mérete, elhelyezkedése. Ez ugye a biztosítónak nagyon fontos. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy mindannyiunk célja az, hogy egyre kevesebb baleset legyen a közutakon, és ezt úgy tudhatjuk személyenként elérni, hogyha mindannyian közlekedésünk során a lehető legjobban odafigyelünk a környezetünkre. Járművezetőknél ugye nagyon gyakran előfordul a csőlátás, hogy csak az előttem lévő járműre figyelek, de igazándiból nem tudom, hogy mi történik körülöttem. Ezt mindenki tudja fejleszteni magában, körültekintően kell közlekedni, megfelelő követési távolságot kell tartani. Gyalogosként, ha zenét hallgatunk, ugye nagyon sokszor előfordult mostanában ilyen típusú baleset,
még inkább nézzünk körül, hogyha átkerülünk egy adott útszakaszon, kerékpárosok úgy szintén, és mindannyiunknak biztonságos és balesetmentes közlekedést kívánunk. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is.